Megérkeztek a vendégeim, Perist Pécert és Tamás Nándort köszöntöm. Hello Ferikém, köszönjük a meghívást. Üdvözöljük a hallgatókat, köszönjük a meghívást. Nándi, téged leginkább sportújságíróként ismerünk, illetőleg regényíróként. Pétert elsősorban énekesként, meg mindenféle másként. Igen, de azért ne felejtsük el, hogy Nándi is nagyon jó énekes. Két zenekarban is. Három ráadásul. Három, négy. Mikor, hogy? Tehát mind a ketten kreatív alkotó emberek vagytok, most pedig készül egy produkció, egy énekes produkció, meg egy könyv, de nagyon-nagyon együtt van ez a kettő. A legfontosabb... Június 29-én csütörtökön. 20 órától. Igen, a Kosárban lesz egy könyvbemutató és egy emlékműsor a legendás énekesekről, amiben én fogok elénekelni néhány dalt azoktól a régi híres elhunyt énekesekről, akik az én életemet meghatározták, akik nekem nagyon tetszenek. És néhány nevet küldtél? Hát itt vannak külföldiek és magyarok, Louis Armstrong, Jim Morrison, John Lennon, csak Joe Cocker, néhányat hogy említsek, és magyarok közül is Somló Tamás, Máté Péter, meg lesznek még néhányan. És hát ez adta az apropót, hogy milyen jó lenne ezt a showt úgy bemutatni, hogy már meg is jelenik a könyvünk Nándival, és akkor ezt összekötjük, ezt a két dolgot. Tehát annak idején, amikor leültünk így beszélgetni egymással, mert Nándi csinált velem egy riportot, és akkor került szóba, hogy mivel foglalkozom, és említettem ezt az emlékműsort, és utána beugrott ebből nekem egy ötlet, hogy írni kellene könyvet, és pont akkor kaptam Nánditól egy saját írományát, a Hét halálom című regényét, amit én egyből elolvastam, és le se tudtam tenni, annyira olvasmányos volt. És akkor arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha együtt dolgoznánk ezen az új ötletemen, hogy legyen egy olyan könyv, ami a Mennyországban játszódik. Volt egy munkacíme, Buli van a túlvilágon. Mm-hmm. Aztán így indult. És mi lett a címe aztán? Aztán kitaláltuk végül, hogy legyen sűrített paradicsom, mert végül is ez a sűrített paradicsom egy túlvilági szépségszalon és koktélbár lett aztán a regényünkben, és jobbnak találtuk ezt végül, hogy ez kicsit csavarosabb és kifejezőbb, és az első kötet, mert ennek a 10 fejezetnek lesz még folytatás, az első kötetnek lett végül is az a címe, hogy első rész Buli van a túlvilágon. Petinek meg volt ez az ötlete, hogy ezt színpadállítja, közben párhuzamosan Nándi elkezdte én a könyvet, illetőleg akkor leültetek ötletelni, hogy akkor nagyjából mi szerepeljen a könyvben. Leginkább ez úgy zajlott, hogy én az alapötleteket adtam mindig, Nándi írta meg a részeket, aztán átküldte nekem, egy kicsit én is beleírtam itt-ott, tehát igazából ő írta, de a végeredmény közös, és ennek még az is az apropója az én emlékműsoromhoz, hogy itt is minden fejezetben megjelenik egy-egy híres elhunyt énekes, nem ugyanazok, akiket én a műsoromban elénekelek, hanem a mások is, de van ugye keresztmetszet. És így a lényeg az, hogy ebbe a sűrített paradicsomba beérkeznek ezek a híres énekesek, és az Úr eldönti, hogy a pokolra vagy a mennyországra kerülnek, ha előadják az utolsó dalukat, és az alapján dönt az Úr. Tehát ilyen kis érdekesség van benne, de mondd már el, Nándi, hogy azért kik találkozhatnak még itt a sűrített paradicsomban. Ugye nem csak a rock, illetve a popvilágnak a csillagai vannak, vesznek részt ebben a regényben, vagy szerepelnek ebben a regényben, hanem a történelem nagyjai, akár írók, hadvezérek, színészek, úgyhogy találkozhat. Sportolók. Sportolók, például George Best, ő benne van egyértelműen. Vagy Muhammad Ali összefut Hitlerrel. Hitlerrel, Julius Caesar, Agatha Christie-vel, szóval Che Guevara-val, úgyhogy mindenkivel. Az az érdekessége, hogy míg a Földön lehetetlenség lett volna bizonyos embereknek találkozniuk, hiszen minden korban ők a maguk nagysága voltak, de itt fönt ugye minden időtlen és tértelen, úgymond, és ezért bárki bárkivel össze tud futni, és ezekből az érdekes találkozásokból nagyon jó párbeszédek, leginkább egy szórakoztató, vicces regényről beszélünk, de azért vannak benne súlyosabb gondolatok is, például John Lennon, amikor összefut a gyilkosával, akkor számon kéri, hogy miért is öltél te meg engem. Szóval azért sok érdekes személy megjelenik benne. Én most olvastam végig, ma adtuk le a nyomdába, nekem nagyon tetszett, és remélem még sok embernek fog tetszeni. Bizony. Elég komoly terveink vannak. Majd erről is, hogyha amit lehet. Még annyi, hogy tehát az alaptörténet, akkor, hogy ülnek a főhősök valahol, ugye fejezetenként, és akkor megjelennek mindenféle emberek. Mondjuk John Lennon,
összefut a gyilkosával, nem tudom, Agatha Christie-nél ki találkozik. Julius Caesar. Agatha Christie Morrisonnal vág le egy nagy jelenetet. Tehát az az igazság, hogy az benne az érdekesebben, az is érdekesebben a könyvben, és az is adott nagy szabadságot, miközben írtam, hogy egy néhány ezer kilométer távolság, vagy néhány évszázad különbség nem számított, tehát bárki összefutatott, hogyha esetleg passzoltak egymáshoz, vagy hogyha éppen szöges ellentétei voltak egymásnak a személyiségeik. Úgyhogy, nagyon jó vezeti amúgy Nandi az egész történetet, ugyanis ebben a sűrített paradicsomban dolgozik 9 úgymond főszereplő, akik minden részben ott vannak, 3 állat is jelen van, és ebből a 9 főszereplőből ugye vannak sminkesek, van műkörbös, masször, stb., ami egy szépségszalom, vagy bár tender, és van a 14 éves kamasz fekete cipő pucoló Ted, akinek a szemszögéből látjuk ő meséli a történetet, az ő meséli az egész történetet, és olyan jó kézen fogja az embert, hogy így nem tudod letenni a könyvet, vagy legalábbis reméljük. Ez egy tipikus nyári könyv. Igen, olvasvány. Könyvet vállaljatok már el, hogy hát nagyon hálás dolog, úgyis könyvet írni, hogy az embernek van egy ilyen társa, de ugyanakkor marha nehéz is, tehát ez konfliktusokat is szíthatna elméletileg, hiszen te kitalálsz valamit, Nandi, aztán esetleg mondja Péter, hogy azt írd már még bele, de a te koncepciódban nem fér bele, tehát itt akkor nagyon sokat kellett tolerálni egymást. Egyébként annyira nem, érdekes módon, mert ugye... Ez a szerencsés akkor. Igen, Peti előállt az alapsztorival, akkor sokat beszélgettünk róla, összeírkáltuk, tehát hogy ki mit gondol, aztán külön-külön is vezettünk egy listát, hogy mit szeretnénk bele, ezt megbeszéltük. Elég nagy szabad kezet kaptam, tehát amikor kész volt egy fejezet, akkor átküldtem, akkor volt, hogy Peti valami változtatás eszközölt rajta, vagy valamit beleírt volna, de olyan is volt, azt mondta, hogy hát szerintem meg nem, mert ez mondjuk annyira nem adnám a nevem, és akkor meggyőztem, de olyan is volt, hogy azt mondta, hogy ez jobb lesz így, és akkor azt mondom, tényleg. Tehát nagy öklözés nem volt. Egyszer volt, amikor már a felénél jártunk a regénynek, akkor eszembe jutott, hogy sokkal jobb lenne, hogyha tett szemszögéből lenne megírva. Na és akkor... Akkor az egészet át, az első felét át. Akkor vennie kellett Nandinak egy pár levegőt, de hozzálátott, és én meg türelemmel vártam, hogy készen legyen, és végül is átírta az addigi fejezeteket, onnantól kezdve már úgy írta, és végig türelmes producer voltam szerintem, de ezt Nandi mondja meg. Igen, én lusta író voltam. Egy picit hamarabbra terveztük, hogy megjelenik a könyv, de én megértem a művész embereket, ha valaki, akkor én nekem putya kötelessége. Tehát így bal szerencsét, hogy pont Péter napon fog megjelenni. Nem is tudom, hogy jött ez most. Én szeretem az olyan napokat itt Debrecenben, ez a június 29 csütörtök, általában nem túl sok program van csütörtökön, úgyhogy várok mindenkit szeretni. Tamás Nándorral és Peris Péterrel beszélgetek, tehát Sűrített paradicsom, ez akkor a könyv címe, az előadásnak a címe. Halhatatlan slágerek, emlékműsor a legendás énekesekről. És az a kettő, ez így külön mozdítható? Igen, igen, tehát azt is tervezem, hogyha valakinek ez tetszik, akkor nyugodtan meghívhat bárhova, de azt is nagy örömmel venném, hogyha együtt hívna meg bennünket valaki, tehát ezt az emlékműsort és a könyvbemutatót. Mert ez hogy lesz egyébként 29-ként, amilyen teljes programot énekelsz, vagy akkor beszélgetés Nándival? A tervek szerint úgy van, hogy először lesz a könyvbemutató, ugye egy moderátor fog velünk beszélgetni, megbeszéljük a könyv körülményeit, illetve tartalmi részét. És a terveket. Lesz, igen, lesz egy kis felolvasás is természetesen belőle, és aztán pedig Péter elénekli ezt a műsorát, a halhatatlan slágereket. És a műsor után, a műsorom után pedig egy kötetlen beszélgetés, amként az alkotókkal, az író-olvasó találkozó formájában dedikálunk, lehet könyvet vásárolni, és velünk jót beszélgetni, vagy nem csak velünk, hanem remélhetőleg elég sokan eljönnek, kíváncsiak lesznek erre a produkcióra, és akkor bárki bárkivel. Ugye este 8 órakor lesz igen, a csinálatokat. Na most, tehát túlnyomó részt azért a betűket Nandi vitte számítógépet, azért Péter is besegített. Fordítva ez nem működött, hogy egy-két dal te is énekeltél volna, Nandi? Hát én ebben most nem akartam belekontárkodni, mert nyilván arra is kellett volna felkészülni, már ki tudja, mit hoz még a csütörtök este. Igen, de igen. A tervek szerint Péternek a produkcióját nem fogom lerontani semmivel. Nem csak rontaná. Szerint... nem rontaná le, de erre én már egy jó ideje készülök, szeretnék, tehát szeretnék egy olyan emlékműsort állítani, ahol én énekelek. Én meg nem próbálom meg utánozni Louis Armstrong hangját. Na igen, erre voltam kíváncsi, hogy az akkor... Bár tűnöm, hogy nem akarom.
De ezt... nem akarom utánozni, én a saját hangomon szeretném elénekelni ezeket a dalokat. Az én stílusomban talán néhányan ismernek még a régi zenekaromból, az August Försterből, ott voltam énekes, és nem annyira régen is volt egy koncertünk szintén a Kosárban, és így megint kedvet kaptam az énekléshez, és én kicsit kíváncsi is vagyok, hogy hogy fog tetszeni ez a közönségnek ez a emlékműsor. Még egy nagyon, van egy pár percünk, azért nagyon nagy lehetőségek vannak ebben a produkcióban, túl azon, hogy egy énekes produkció, meg egy könyv, azért színház, bármi is lehet ebből, nem? Most akkor, amikor ebbe az egészbe belevágtunk, amikor én ezt kitaláltam, akkor elmondtam Nándinak, hogy először írjunk egy filmforgatókönyvet, egy 10 részes szappanoperát. Aztán végül is ő meggyőzött, hogy inkább kezdjük egy szórakoztató regénnyel, abból inkább legyen utána egy színházi élmény, és aztán esetleg egy filmes szappanopera, tehát egy folytatásos tévéregény. És hát így is lett, és mindjárt megjelenik a könyv, és én jó magam szeretném egyszer megrendezni ezt a darabot, sőt, akár elénekelni a férfi énekes főszerepeket, akik ugye nem találkoznak a 10 részben soha egymással, csak külön-külön, és egy elég nagy kihívás egy embernek, annyi Pavarott, Bon Scott az AC/DC-ből, Freddie Mercury, tehát több énekest hozni, és itt már azért elég komolyan a darabon belül majd azért ugye jelmezek, kosztümök és különböző kellékek lesznek, hogy visszaidőzzük a szellemét. Az én showban inkább egy-két kiegészítő kellék, és a háttérben lesz egy videó, amit Katona Bálint barátom, polihisztor barátom készített el, és nagyon szépen emléket állítanak az elhunyt énekeseknek, vagy annak a dalnak, ami éppen szól. Bocsánat, megjegyezném egyébként, hogy a könyvnek a stílusát az nagyban meghatározta, hogy mi úgy terveztük, hogy ebből színpadi, esetleg filmes mű is készül, mert így sokkal sűrűbb lett az egész, és tulajdonképpen egy helyszínen játszódik végig, tehát nem egy hagyományos regényben kell gondolkozni a senkinek, hanem igazából ez egy ilyen vizuálisan próbáltam megjeleníteni minél inkább ezt a dolgot, sok párbeszéddel, sok poénnal egymás után, tehát igazából azért van ennek ilyen stílusa, és szerintem azért is. Ez célzottan. Igen. Viszont van egy másik kezdője, ugye a Péter műsorában magyarok is vannak, a könyvben csak külföldiek, akiket viszont az egész világ ismer. Innentől kezdve az egész sztori nemzetközi. Pontosan, tehát ezt ugye le lehetne fordítani. Igen, tervezzük, hogy angolul és olaszul le fogjuk fordítani a könyvet ezekbe az országokba, angol nyelvű országokba és Olaszországba. Hogy nem jutott még a szépen senkinek, mert egyébként meg nagyon egyszerű, de minden ötlet egyszerű, meg egy legegyszerűbb dal is, ami 4 akkordos, azt a legnehezebb megírni. Mert... Nem tudom, én is azt mondtam rá, hogy a Péter ötlete ez, és én is azt mondtam, hogy ez mekkora sztori is, hogy ez tulajdonképpen azonnal elképzelt az ember, hogy mintha már ezt valahol láthatta is róla, de mégsem látta, nem olvasta sehol. Nos, én már egy párszor jártam a túlvilágon, de visszajöttem, és csak egyszerűen elmesélem, hogy mi van oda át. Persze természetesen ez vicc, de... Nekem volt azért klinikai halál közeli élményem, tehát annak idején az August Försterrel még dalt is írtam róla. Nekem ez a téma mindig is izgatta a fantáziámat. Hogy ez közös bennünk, mert a 7 halálom nem véletlen. Ja, igen. Tehát a halál az amennyire taszító, annyira vonzó is szerintem. Inkább nem vonzó, hanem kíváncsivá teszi az embereket. És hát mi nem egy szomorú regényt írtunk, hanem egy kimondottan vinám szórakoztató regényt. Én azt gondolom, hogy amikor majd olvassák, amikor belelapoznak, akkor ők is olyan, majd, hogy nem látják ilyen szappanopera-szerűen az egész jelenetet. Hát sok sikert. Köszönjük szépen. Ez is, meg ami még utána lesz. A lényeg az, hogy tehát 29-én csütörtökön este 8-tól a Kosárba találkozhatnak a könyvben. Per és Péter, aki például Máté Pétert is énekel majd. Így van. Aki, meglepetés, hogy melyik dal, nem azt, amit most fogunk hallani. De ez is nagy kedvencünk volt. Köszönöm szépen, hogy itt köszönjük szépen. Várom mindenkit, szeretem. Hello.